M1-es autópálya Győrt elkerülő szakasza, ahol korábban nem, január 1-től azonban már kell matrica. Ezt az utat is érintette az új évkor bevezetett új útdíjszabályozás. Komoly visszhangot keltett a 2015-ös változtatás, ami ellen több nagyváros polgármestere is felemelte a szavát. Morkai Zsolt Győr polgármestere néhány napja a Népszabadságnak azt mondta, a város célja, hogy a győrieknek ne kelljen fizetniük az elkerülő használatáért, Iradónak pedig megerősítette, hogy a szaktárcához fordult az ügyben. Polgármesterként egy levelet írtam a fejlesztési miniszter úrnak, amiben leírtam az indokokat, hogy miatt kérjük azt, hogy ez az út ez ingyenes maradhasson. Még egyre nem érkezett válasz. Én azt gondolom, hogy ennél többet a város nem tud tenni. Kíváncsi vagyok egyébként miniszter úrnak a válaszára, hogy mennyire tudja azokat az érveket elfogadni, amelyeket egyébként a szakemberek fogalmaztak meg elsősorban. A levélre egyelőre nem érkezett válasz, de a Fidesz parlamenti frakció vezetője bejelentette, lesznek változások az útdíjban. Rogán Antal szerint a rendszer próbaüzeme január végéig tart, vagyis 10 napja van a kabinetnek döntenie arról, hol módosítson a szabályozáson. Február 1-től a néhány változtatással pedig már a végleges rendszer kezdi meg működését.